A találkozót a hagyományokhoz híven Egeresi Sándor, a tartományi képviselő az elnöke nyitotta meg. A vendégeket, a résztvevőket és a szép számú közönséget Újhelyi Nándor, a török-kanizsai községi képviselőtestület elnöke köszöntötte. A megnyitó után Kern Imre, a tartományi nagyberuházási alap igazgató helyettese, a Tisza-Gyöngye Művelődési Egyesület székházával kapcsolatos meglepetés levelet adott át a házigazda egyesület elnökasszonyának. Ez a levél azt tartalmazza, hogy a Tisza-Gyöngye a leszerződött kivitelezővel el tudja kezdeni a kivitelezési munkálatokat az épület felújításán és szanálásán. Nagyon kevés hiányzott hozzá, hogy elsírjam magam, de örömömbe. Úgyhogy valóban nagy meglepetés volt, és nagyon örülök neki, hogy végre hozzákezdhetünk a munkához, és saját házunk lesz. A sokszínű magyar, szerb, román és roma táncokat felvonultató rendezvényen első ízben vettek részt a nagyidai néptáncosok. A felvidéki csoport vezetője Demko András elmondta, először járnak Vajdaságban, és nagyon örültek a meghívásnak. Hazai anyaggal jöttünk. Konkrétan ebben a délutáni műsorban két néptánccal lépünk fel. Az egyik a gömöri régióból hozandódott, és a másik pedig szintén egy szűkebb régióból, Magyarbődről. Tehát gömöri verbunkot és csárdást, valamint magyarbődi karikázót és csárdást fogunk majd előadni. A negyedik török-kanizsai északbánáti néptánc találkozón mintegy 17 egyesület lépett fel, közöttük szerbiai, magyarországi, romániai és szlovákiai együttesek.